Sziasztok! Ez a Coaching két lábon és hat lábon vlog Gabival és Skill egy csücskével, amit vagy kihúz a képből, vagy be fog jönni hozzám teljesen. Ennek az epizódnak a témája a híres mondat, hogy jaj, az a baj velem, hogy... Rögtön rátérünk az emberekre, de indítsuk ezt az egész beszélgetést egy kicsit távolabbról, és kezdjük egy kutyás témával. Nem tudom, hogy nálad mi a helyzet, de az én üzenőfalam mindig teli van gazdikereső posztokkal, mindenféle árva kutyák szaladnak végig a Facebook oldalamon, és az a benyomásom, hogy ma már minden kutyás tudna írni egy gazdikereső posztot, hogyha erre nagyon nagy szükség van. Mert hogy így elég jól ismerjük a standard elemeit ezeknek a posztoknak, kicsit kell arról áradozni, hogy de cuki a gazdikereső ebb, az opcionális, hogy mennyit írunk le szegénynek a háttértörténetéről, de egy elem biztos, hogy nem fog kimaradni, az pedig az, hogy milyen tulajdonságokkal bír a kutya, és ez alapján milyen közegbe ajánljuk. Hogy ő egy nyugodtabb darab, nyugodtan mehet első kutyásoknak, vagy ő egy idősödő kiskutya, akinek már semmi másra nincs igénye, mint hogy szeretgessék egy kicsit, és nyugodtan alhasson valahol, tehát idős emberek mellé is ideális, vagy éppen ellenkezőleg ő egy sportos, aportos darab, tehát neki olyan családra van szüksége, aki sportolni fog vele, és kutyaiskolába hordja. Tehát a kutyák esetében tök adottnak vesszük, hogy nincs olyan, hogy egy kutya karaktere jó vagy nem jó, hanem olyan van, hogy a kutya illeszkedik-e a környezetéhez, a maga adottságaival, és illeszkedik-e ahhoz a feladathoz, amire szántuk. És ha megnézed, akkor ezt kutyásként teljesen készségszinten kezeled, így keresel kutyát, és így próbálsz gazdit találni kutyának. És ehhez képest az emberek esetében nagyon-nagyon sokszor halljuk azt, hogy jaj, velem az a baj, hogy, és már is sorolják azokat a tulajdonságaikat, amiket nem szeretnek. Az utóbbi idők termése a jaj, hát velem az a baj, hogy engem vezetőként olyan igazán nem érdekelnek ezek a humán dolgok, én a szakmát szeretem. Meg hogy jaj, velem az a baj, hogy olyan szétszórt vagyok. És ezért általában az élet valahol egyszer csak így szembe állít minket azokkal a részeinkkel, amiket nem szeretünk, vagy amire olyan ferde szemmel nézünk, és valahogy megszokott fogalmazódni az emberben az igény, hogy ezzel kezdjen valamit. Na de a kérdés, hogy mit? És arra vagyunk szocializálva, hogy az első gondolatunk az az, hogyha valami pillanatnyilag nekünk nem tetszik, akkor azt meg kell változtatni. Igen ám, csak nagyon érdekes, hogy ilyenkor, hogyha van a működésedben valami, ami nem tetszik, azt nagyon könnyen megcímkézed valamilyen jellembeli dolognak. Hogy én vagyok az, aki ilyen nem humán érdeklődésű. Meg én vagyok a szétszórt. Pedig az igazság az, hogy a különböző karakterbeli tulajdonságok általában nem közvetlenül nyilvánulnak meg az ember működésében, hanem azon keresztül, amit csinál. És mire odáig eljutunk, hogy ebből ilyen címke válik, hogy én ilyen vagyok, meg olyan vagyok, amivel egyébként mellesleg az a baj, hogy... Addigra az van, hogy ezt jó sokat csináltuk, és amit jó sokat csinálunk, azt úgy hívják, hogy szokás. És a kutya esetében azzal is tök tisztában vagy, hogy el kell különíteni egymástól a tényleges, állandó vonásbeli dolgokat, mondjuk, hogy valakinek mekkora az energiaszintje, attól, hogy vannak-e neki nem előrevivő, tanult viselkedésbeli szokásai, mint például, hogy egy kutya szeparál. Tehát ezt a kettőt nem kevered össze a kutyánál. És ettől függetlenül ezt az emberek esetében simán hajlamosak vagyunk összemosni. Nagyon gyakran hallod azt, hogy én ilyen szétszórt vagyok, pedig igazából ami történik az az, hogy az embernek egyszerűen nem tiszta az, hogy mire kellene figyelnie, vagy olyan körülmények között igyekszik összeszedett lenni, ahol egy csomó minden eltereli a figyelmét, tehát egyszerűen a környezet nem alkalmas arra, hogy összeszedett legyen. Tehát ha úgy vagy vele, hogy nem szereted valamilyen tulajdonságodat, akkor először kezd onnan a munkát, hogy elengeded azt, hogy ez egy tulajdonság. És közelíts a működésed szempontjából, mert nagyon valószínű, hogy ott lesz a megoldásnak a kulcsa. Tehát ahelyett, hogy azt mondanád magadra például, hogy én szétszórt vagyok, nézd meg azt, hogy mi van most a viselkedésedben, mit tapasztalsz a saját működésed kapcsán, amivel nem vagy elégedett. Nehezen készülsz el dolgokkal, mindig az utolsó pillanatban tudsz megcsinálni dolgokat, elfelejtesz dolgokat. És határozd meg azt, hogy ehelyett
Mit szeretnél, hogy jelen legyen a működésedben? Szeretnék mindennel határidőre végezni. Szeretnék egy olyan rendszert, amiben nem felejtem el a teendőimet. És anélkül, hogy mindenféle címkéket aggatnál magadra, kezdj a működéseden dolgozni. Tehát ugyanúgy, mint ahogy a kutyánál a szeparációs viselkedést kezded el kezelni, kezd el a saját nem előrevivő működéseidet is kezelni. Ez az a része, amikor úgy közelítesz azokhoz a jelenbelinek tűnő dolgaidhoz, amiket nem kedvelsz magadban. De van egy másik opció, és ez az, ami a kutyázásból még inkább következik, hogy mi lenne, ha elkezdenéd szeretni és értékelni azokat a tulajdonságaidat, amik vannak, és megkeresnéd azokat a helyzeteket, ahol ez előrevivő. Én nem vagyok egy ilyen humán srác, oké, akkor keresek magamnak szakmai feladatot. Volt például egy ügyfelem, aki arról mesélt, hogy milyen gáz az, hogy őt minden érdekli, bezzeg a tesója, aki tök jól el tud mélyülni egy-egy feladatban, és utána egy kis kaparászás meg nézelődés után kiderült, hogy számára egy ideális munkakör például a cégen belül projektmenedzsernek lenni, ahol pont az az elvárás, hogy éppen milyen projekten dolgozol, érdekeljen minden is. Tehát, hogy ha az van, hogy van egy olyan tulajdonságod, ami úgy abban a környezetben, amiben most vagy, mintha nem vinne előre, akkor amellett, hogy elkezded a te működésedet hozzáigazítani a környezethez, legyen ott az is a gondolataid között, hogy az is egy rendes, komoly opció, hogy elkezded megkeresni azt a környezetet, ahol a te működésed konkrétan hasznos. Szóval, hogyha az van, hogy rendszeresen mondogatod magadnak, hogy jaj, velem az a baj, hogy, akkor számíts rá, hogy előbb-utóbb az élet szembe fog állítani azzal, hogy nem fogod magad jól érezni abban a helyzetben, hogy utálod egy részedet. És hogyha idáig elérkeztél, akkor ha már a változás irányába indulsz el, mert ez egy lehetőség, akkor ne a tulajdonságot akard megváltoztatni, hanem nézz a működés szintjére, és nézd meg azt, hogy mit csinálsz most, amivel nem vagy elégedett, és ehelyett mit szeretnél csinálni. És akkor át tudod tekerni a működésedet, ez sokkal könnyebben megy, mint valami olyat megváltoztatni, amiről azt hiszed, hogy egyébként megváltoztathatatlan, mert a jóisten adta. És azt se felejtsd el a másik oldalon, amit a kutyázásban tök jól ismersz, hogy az adottság, helyzet, illeszkedés fontos, tehát az is egy lehetőség, hogy a helyzeten igyekszel változtatni, és keresed azt a helyet, ahol a te tulajdonságod hasznos. Hogyha adott neked ez a videó, akkor tedd meg, hogy nyomsz egy lájkot, és hogyha van az ismerőseid között valaki, akiről azt gondolod, hogy neki látnia kellene, mert neki is adhatna, akkor juttasd el neki ezt a videót, kérlek. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem, és találkozzunk legközelebb.